171 esztendővel ezelőtt a Sukorói Református templomban tartották azt a haditanácsot, amelyen a résztvevők parázsvita után végül úgy döntöttek, a honvédsereg támadás esetén felveszi a harcot Jelasics horvát bán csapatai ellen. A sorsdöntő haditanácsra emlékezvén Szabó István honvédelmi államtitkár beszédében kiemelte, a létszámában kisebb, kiképzettségében még az út elején járó honvédsereg sikerrel verte vissza a támadást. Az ország lakossága és az önkéntesekből toborzott sereg volt az, amely közös erővel győzelemre vitte a honvédsereget. Azóta eltelt 171 év. Hosszú idő, több ember öltött. Ugyanakkor az örökség ma is olyan időszerű, mint akkor. Hiszen a kormány által meghirdetett honvédelmi és haderőfejlesztési program célja a korszerű és modern haderő kialakításán túl egy olyan tudatosan gondolkodó, biztos társadalmi háttér kialakítása, amely tudatosan gondolkodik és tesz a haza védelme érdekében, megteremtve ezzel hazánk biztonságát, mindannyiunk biztonságát. A megemlékezésen ünnepi műsort adott a fennállásának idén 70. évfordulóját ünneplő honvéd együttes, amely éppen 20. alkalommal lépett fel a Sukorói templomban.